Véget ért a bajnoki döntő a női röplabda NB1-ben. A párharc igazán izgalmasan alakult, hiszen 4 mérkőzés után 2-2-re állt a Gödöllő és Vasas csapata. Mindkét együttes nyerte a hazai meccseit, így az utolsó mindent eldöntő mérkőzésen a Gödöllőnek állt a zászló, hisz a Szent István Egyetem sportcsarnokában írhatta volna be magát csupa nagybetűvel a helyi sport történelem könyvébe. A várt eredmény viszont elmaradt. A bajnokság eleje óta esélyesnek kikiáltott gödöllőiek nem tudták elviselni a rájuk nehezedő terhet, és 3-1-es arányú vereséget szenvedtek a címvédő Vasas együttesétől. A gödöllői lányok 2012 után ismét ezüstérmesek lettek. Széles Petra szemében könnyeket látok. Sajnálom, Petra, hogy így alakult. Hogy érzed most magad? Hát szörnyen, nagyon megszerettük volna nyerni ezt a bajnokságot, csak sajnos megremegett a kezünk. Nem azt mondom, hogy most az utolsó alkalommal, ilyenkor is a döntő helyzetekben sokszor úgy éreztem, de főleg az előtte lévő két nyercet vagy meccsükön, amiket megnyertek, ott remegett meg igazán a kezünk, főleg a negyedik meccsen. Igen, a negyedik meccsen 2-1-re is vezettetek, és talán 16-10-re is. Ott mi történt? Hát szerintem éreztük már az arany súlyát a nyakunkban, és kicsit bepánikoltunk ettől. Ez lehet az oka. Ma itt úgy éreztem, hogy nagyon feszültek a csapatok, az összes játszma tulajdonképpen szoros volt. Mind múlott szerinted? Jó kérdés. Motivált volt nyilván a Vasas is, de ti is. Eddig nyertetek két hazai meccset itt ellenük. Hát persze, talán most ugye mi voltunk esélyesebbnek kikiáltva, talán ez a tehernyomás, nem azt mondom, hogy rajtunk volt, de annak könnyebb szerintem fölállni a pályára, akinek kisebb nyomás van és a kisebb elvárás. És hát most be is jött neki. Minden gödöllői a könnyeivel küzdik ki, kisebb ki, nagyobb sikerrel. Szakmári Gréta, úgy gondolom, hogy az egész évben mindent megtettél azért, hogy itt ma ünnepelhessünk. Mégsem sikerült. Mind múlott itt a végén szerinted? Igazából szerintem, amin eldölt ez az egész, már fent a Vasas pályán az előző meccsen történt. Amikor nyerő helyzetben 2-1-nél 16-10-es állásban nem tudtunk nyerni. Itt megtettünk mindent, de már szerintem valamilyen szinten elfáradt a csapat. Már próbáltuk mindenféle felállást, nagyon akartuk, nagyon küzdöttünk. Szerintem mindenki megtette, ami belőle kijöhetett, most még maximum. De nem sikerült. Igen, nehéz szavakat találni, pedig a hazai pálya előnye talán mellettünk kellett volna, hogy legyen, de ezúttal nem sikerült. Hordoztátok magatokban még az előző mérkőzés végét? Nem, ez volt az egészben a legjobb dolog végül is, hogy azt olyan gyorsan felejtettük el, ahogy csak tudtuk. Itt frissen, üdén úgy álltunk fel, hogy igenis mi meg akarjuk ezt nyerni, és hogy tényleg egészében rengeteget dolgoztunk, nagyon, nagyon sokat szenvedtünk, tettünk azért, hogy most itt lehessünk, és megnyerjük ezeket a mérkőzéseket, de a sors köze. Ludwig Zsolt, az ezüstérmes gödöllői röplabda klub csapatának edzője. Egy furcsa megközelítésből indítanám az interjút. Itt a végén azért nem szabadultak el úgy az érzelmek a mi oldalunkon, és talán az ellenfélnél sem, ahogyan azt egy bajnoki döntő végjátékában úgy várná az ember. Ebből én arra következtetek, hogy már egy picit korábban feladtuk talán. Hogyan látja ezt edzői szemmel? Én azt gondolom, hogy a játékosok azok igyekeztek mindent kihozni magukból ezen a mai mérkőzésen is. Azt gondolom, hogy a csúcspontunk az mindenféleképpen a negyedik mérkőzés volt, ami a Vasas Folyondár utcai csarnokában volt, és ott egészen a negyedik szettig óriási küzdelemre és nagyon jó játékra volt képes a csapat. Utána álltunk meg, és bár egész hétvégén azon dolgoztunk, hogy azt a mérkőzést, legalábbis a végjátékát mindenféleképpen felejtsük el, nem sikerült teljes mértékben átmenteni azt a első formát, ami addig vezetett, hogy nagyon-nagyon szépen és nagyon jól játszott a csapat. Itt is nüanszok döntöttek ezen a mérkőzésen, hiszen mind az első, mind a második játékrész végjátékát bukta el a csapat. Ez mutatja azt, hogy ez nem a képességekről szólt ez a mérkőzés, hanem igenis arról, hogy mi van a fejekben, ki mennyire akar győzni, kinek nem remeg meg a keze, és ki az, aki tud még ilyenkor is hideg fejjel gondolkodni, és megoldani az adott szituációkat.
Én azt gondolom, hogy az csengett le a lányokban, hogy elveszíthetjük ezt a döntőt, pedig végig azon dolgoztunk, hogy hogyan nyerhetjük meg ezt a döntőt, és talán azért is kezdtünk már egy picit összébb menni, és azért kezdtünk egy picit már halkabbak lenni a végére, mert éreztük azt, hogy ma nincs meg bennünk az a tűz és az az erő, ami ahhoz kell, hogy egy ilyen extázisban játszó ellenfelet, akinek ráadásul nagyon sok esetben valóban még szerencséje is volt, és kihasználták a hibáinkat, azt ma le tudjunk győzni. Igen, forgatni kellett a csapatot végig, láttuk, hogy több cserét is alkalmazott a Gödöllő. Úgy tűnt, hogy keresi a megfelelő embert, hogy ki az, aki megoldhatná. Nem sikerült talán megtalálni. Valóban, tehát én azt gondolom, hogy az egész döntő során ez volt a legfontosabb, hogy megtaláljuk azokat a játékosokat, akik az adott pillanatban a lehető legjobban tudnak teljesíteni. És ez, sajnos ez a mai mérkőzésen is volt egy-két olyan egyéni teljesítmény, ami nem idevaló. Tehát nem lehet azt felvállalni, és nem lehet úgy kijönni egy pályára, hogy valaki nem a lehetőségeinek a maximumát teszi ki a pályára, hanem csak egy visszafogott teljesítményt nyújt. Egy bajnoki döntőben erre nincsen bocsánat, pláne nem egy olyan ellenféllel szemben, aki az utolsó szalmaszálba kapaszkodva visszahozta a sírból saját csarnokában a mérkőzést, és gyakorlatilag tét nélkül jöttek el, ha sikerül, sikerül, ha nem, nem. A tét minket nyomott. Nem az egész csapatot, de egy-két embert, és egy-két ember egy ilyen fontos szituációban már kulcs momentum lehet, hogy pont akkor nem tud teljesíteni, pont akkor nincs meg egy nyitás, pont akkor nincs meg egy mezőnymunka, amikor arra nagyon nagy szükség lenne. Egy rövid kitekintés a jövő felé, ha bár tudom, hogy még csak most ért véget a bajnokság, de mik a lehetőségek jövőre? Ugye ezzel a csapat talán jogot szerzett a nemzetközi indulásra, mik a tervek? Az Európai Röplabda Szövetség egyre csökkentette a nemzetközi indulási jogosultságot elszerezhető vagy megszerezhető csapatok számát, ez a magyar bajnok. Tehát jelen pillanatban csak a Vasas Óbudának van nemzetközi indulási lehetősége. Ez persze nem azt jelenti, hogy mi nem indulhatunk, hiszen a Európai Challenge kupában 64 csapatnak van joga lehetősége benevezni, amennyiben nem töltik fel a teljes táblát, akkor elfogadnak úgynevezett pótnevezéseket. Abban az esetben, hogyha a vezetőségünk, a város úgy dönt, hogy próbáljuk meg ezt a lehetőséget, akkor ebben a Magyar Röplabda Szövetség minden lobby erejét be fogja vetni, és nagy valószínűséggel meg is lehet tenni. Ez anyagi, gazdasági kérdés, és azt gondolom, hogy azt tisztázni kell mindenféleképpen, hogy milyen játékosokkal, milyen állománnyal tud nekivágni a klub ennek a jövő szezonnak. Én nagyon bízom abban, hogy tudja vállalni a klub a nemzetközi szereplést, hiszen nagyon-nagyon sokat adott ez a játékosoknak, és sok tapasztalatot, sok lehetőséget, és megismertek valami újat. Persze meg kell azt is néznünk, hogy jó volt-e, hogy indult a csapata az Európai Kupában, illetve abban a hosszú sorozatban, amely ugye a Közép-Európai Liga volt. Jó volt-e, hogy nem játszottunk azokkal az ellenfelekkel, akikkel a végén találkoznunk kellett. Én azt gondolom, hogy ezt a sok-sok kérdést a elkövetkezendő néhány hétben fel kell tenni majd a vezetőségnek, a játékosoknak, a szakmai stábnak, és ennek megfelelően kell majd eldöntenünk azt, hogy belevágunk-e egy újabb nemzetközi kalandba, megvannak ennek a feltételei, vagy pedig a magyar bajnokságba indulunk akkor a jövő szezonban. Oh.